Kedves testvéreim, Eszter könyve úgy tűnik néha-néha, mintha mese lenne. Ugye egy árva leányból királyné lesz, aztán a királyné megtudja, hogy egy gonosz ember összeesküvőt sző az ő népe ellen, és bár nagyon fél, a király elé megy, kitalál egy tervet, aztán sikerül a gonosz embert csapdába ejteni, eltávolítani, aztán a végén ünnepet rendeznek. Hát nem mese ez? Nem szép történet? A gyerekek is nagyon szeretik. Mint a Rut könyvét is például. Ilyen mesésnek tűnik, de ha felnőtt fejjel lassan végigolvassuk a történetet, nagyon gyorsan rájövünk arra, hogy ez nem mese. Mert mindenki eltitkol valamit. Senki sem beszél egyenesen. Ugye még a mesében a gonoszok is egyenesen beszélnek. Pontosan megtudjuk, hogy ki mit tervez. De az Eszter könyvében minden mondat, minden kimondott mondat fél igazság. Senki nem mondja azt, amit kellene. Mindig másra gondolnak, mint amit mondanak, a másik meg találja ki, hogy mi a helyes válasz, mi a helyes reakció. Aztán a gonosztevő még olyan tervet is sző, amely egyáltalán nem jön be. Mindenki álarcot visel ebben a történetben. Talán a legegyenesebb mondat az egész könyvben az, amit éppen felolvastam. Hogy az előzmény az, hogy Mordokáj, Eszter nevelőapja és nagybátyja látta, olvasta azt a törvényszöveget, hogy majd 11 hónap múlva az egész országban mindenki jogot kap arra, hogy egy napon megölje a zsidókat, és eltulajdonítsa a vagyonukat. És Mordokaj beküldi ezt a törvényszöveget Eszter királynéhez, hogy nézze meg, olvassa végig, és csináljon valamit. Menjen el a királyhoz, mert az ő neve, az ő pecsétje szerepel a törvényszövegen, és csináljon valamit, hogy megmeneküljön ő is, és az egész népe. És ahogy felolvastam, Eszter válaszként azt mondja, hogy hát mindenki tudja, hogy senki nem jelenthet meg csak úgy a király előtt. Csak az mehet oda, akit meghívott. És engem, ugye, a felesége, engem már 30 napja nem hívott. De magyarul a király más dolgokkal van elfoglalva. Még a feleségére van, még a feleségére sincs ideje. Hát 30 nap után az már egy elég komoly dolog. És mindenki tudja, hogy Eszter nem csak úgy jelenhet meg a király előtt. Ugye, a ki nem mondott üzenet az, Mordokaj, buta vagy. Ez nem így működik. Találj ki valami mást. Rossz a tervet. Ugye azt nem mondja ki, de ki lehet érezni. Hát ha mindenki tudja, hogy az nem lehet, amit Mordokaj kitalált, akkor hol a hiba? És akkor Mordokaj visszaüzen. És mondom, hogy talán ez a legegyenesebb mondat az egész könyvben. Azt mondja, ne képzeld, hogy te a királyi palotában megmenekülhetsz a többi zsidó közül, mert ha te most néma tudsz maradni, a zsidók kapnak módot máshonnan a szabadulásra és menekvésre, te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Na, végre egy egyenes beszéd.
Végre a Mordokaj azt mondja, hogy hát te is meg fogsz halni, gyere nekem. Ott a palotában. Ha kitudódik, hogy te is zsidó származású vagy, majd meglátod. De azt mondja, majd máshonnan jön segítség. És ugye ez a biztos pont az ő életében. Majd máshonnan jön segítség, menekvés. Abban Mordokaj 100%-osan biztos. Honnan? Honnan olyan biztos ő abban, hogy Isten népe nem vész el? Hát, abból, hogy maga az Isten mondta ezt. És a történelem is megmutatja, hogy bármilyen borzalmas dolgok történnek, és ugye volt olyan időpont inkább a világ történelemben, amikor már csak egy családban még figyeltek az Isten szavára. Noé családja. Akkor Isten gondoskodott arról, hogy ez a család ne vesszen el. Aztán nem is olyan sokkal-sokkal később újra ott tartott a világtörténelem, hogy már csak egy család van, ahol még felfigyelnek Isten szavára, Ábrahám családja. Ha nézzük a történelmet, Isten gondoskodik arról, hogy legalább egy olyan család legyen valahol a világon, akik ismerik az ő igényét, ismerik az ő ígéreteit, és tudják, hogy a múltban mit tett az Isten, és ezért a jelenben is arra mernek építeni, hogy Istennel jó lesz a jelen is, meg a jövő. És ugye elég sok ígéret hangzott el az Ószövetségben, még a fogság előtt, hogy valamikor jön egy fiú, aki megoldja a bűn problémáját, és Dávid családjából fog származni. A zsidók körében azon belül Dávid családjából származik majd az a férfi, aki megoldja a bűn problémáját, és újra megteremti a lehetőséget az embereknek, hogy Istennel éljenek közvetlen kapcsolatban. És ezért olyan biztos Mordokaj abban, hogy Isten népe meg fog maradni. És ha Eszter nem lép, ha az ő nevelt lánya, aki éppen királyné lett, ha az nem kockáztatja az életét, és oda megy a királyhoz, hogy valami megoldást találjon, akkor majd máshonnan jön a segítség és a menekvés. Na, itt van majdnem. Ezért mondtam, hogy majdnem egyenes beszéd ez. Itt ugye Mordokajnak lenne lehetősége Isten nevét elmondani. Itt Mordokájnak lehetősége lenne nyíltan elmondani, hogy kislányom, figyelj ide! Lehet, hogy eddig annyira nem mondtam el világosan neked, de a mi jövőnk az Istentől függ. És ugye nem teszi meg. Amikor a gyerekeknek elmondjuk a történetet, akkor elsiklunk fölötte. De ma nem szabad. Ha Mordokaj, egy hívő ember, aki Isten igényére építi az életét, aki tudja, hogy nem csak az ő sorsa, hanem egész népe sorsa attól függ, hogy Isten mit mond és mit tesz, akkor itt ezt miért nem mondja el? És a borzasztó az, hogyha egy kicsit is visszamegyünk az időben, kedves testvéreim,
akkor tudjuk és látjuk, hogy milyen nagy gond az, amikor a hívő ember még a saját gyerekének sem meri bevallani, hogy hívő, és hogy Isten kezében van a múlt is, a jelen is, meg a jövő is. Az egyházban azért tartunk ott, ahol most tartunk, mert kevesen voltak, akik vették a bátorságot, hogy elmondják a saját gyereküknek, hogy gyerekem, akármit mondanak, rádióban, tévében, iskolában, akkor is csak egy igazság van. Az pedig az, amit az Isten mond. Tetszik, nem tetszik. Mindig az történik, amit Isten mond. Mi választhattunk azok közül, a lehetőségek közül, amelyeket láttunk, de hogy mi lesz az életünkből, az végső soron nem a mi választásunktól függ, hanem az attól függ, hogy Isten mit döntött el, hogy a mi választásaink hova vezetnek. Ő építette fel a világot, ő irányítja az eseményeket, ő dönt. Mi választunk. És ezért van, amikor a jót, van, amikor a nehezet, van, amikor a furcsát, van, amikor a veszélyest kell választani. De mindig Isten szavára épül le. És ha így kicsit aktualizálom a történetet, akkor talán most látjuk, hogy ez a Mordokáj egy óriási lehetőséget mulasztott el. Ő még fogságban van a nép. Ugye? Mindenki más, mást vol. De ő még hisz az Istenben. Ő épít az Isten ígéreteire. De nem adja ezt tovább. Az egész könyvben senki nem mondja ki az Isten nevét. A folytatás az, föl is olvastam, hogy böjtölnek. Böjtölnek ám, de nem imádkoznak. És ha tovább olvassuk a történetet, ugye mindenki happy a végén, a zsidók lehetőséget kapnak arra, hogy megvédjék magukat, meg is teszik, ezért megmaradt az Isten népe, de hát csak meg kell nézni, hogy a 10. fejezetben, majd otthon délután mindenki végigolvassa a könyvet, nem olyan hosszú, de a 10. fejezet ugye, mi történik, miután Isten népe megmenekül. 10. fejezet, első verse, Ahasvéros király adót vetett ki a szárazföldön és a tenger szigetein, és minden nevezetes hős tette, és Mordokaj nagyságának a leírása, akit kitüntetett a király, meg van írva egy könyvben. Mi történik, miután Isten gondoskodott arról, hogy az események úgy folynak, hogy az ő népe megmarad. A király adót vett ki. A király azt teszi, amit mindig csinál. Semmi sem változott meg. Annyi változott, hogy Isten népe megmarad. Csak a király, a többiek, a kívülállók, a nem hívők, erről nem tudnak semmit. Nem tudnak semmit arról, hogy a háttérben az egy igaz Isten áll. Mert senki nem mondta ki az Isten nevét. Az az érdekes, hogy ezzel párhuzamosan a Dániel könyvét lehetne olvasni. Dániel is fogságba került. Ugyanaz a fogság az, mint amiről itt olvasunk.
És amikor Dánieltől kérik azt, hogy egyen azt, amit neki nem szabad, akkor ő mindig az Istenre appellál. Vagy amikor ő megkapja a király álmának a magyarázatát, akkor mindig Istenre utal. Nem én tudom ezt a titkot, hanem ismerem az Istent, az egy igaz Istent, aki elmondta nekem a te álmodnak az értelmét. Dániel következetesen, ahol csak tud, elmondja, hogy ő az Istenre épít. És ezért, amikor valami történik Dániel könyvében, a következmény nem az, hogy hát a király adót vetett ki, hanem a király levelet ír az egész birodalmába, hogy mindenki tisztelje a Dániel istenét. Tehát itt a különbség. Amikor egy hívő ember vállalja az Istent, vagy nem. Az Eszter könyvében sehol nem szerepel az Isten neve. És szerintem azért, mert amikor az emberek, Isten népe, nem vállalja azt, nem mondja ki azt, hogy kire építenek, akkor fordítva Isten sem vállalja azt, hogy adja a nevét az eseményekhez. Isten terve az volt, hogy Dávid családjából a zsidó körében megszülessen a messiás. Az meg is történik, meg is történt, meg is valósult. De nem mindegy, hogy Isten népe beáll-e Isten tervébe, vagy sem. Dániel könyve a jó példa. Ha Isten népe kiáll az Isten mellett, vállalja a nevét. Ki is mondja a megfelelő pillanatban, a megfelelő embernek, akár a saját gyermekemnek, a rokonomnak, akár nyilvánosan, ha a megfelelő pillanatban, a megfelelő módon megemlítem, hogy honnan van az én vigasztalásom, honnan van az én reménységem, akkor abból áldás fakad. És Isten áldása mindig nagyobb, mint ami kellene nekünk. Másoknak is fel fog tűnni, hogy azért valami van ennek az embernek az életében. De ha mi nem vállaljuk az Isten nevét, akkor lehet, hogy folytatódik Isten terve bár, ám nélkülünk. És ez a legborzasztóbb dolog, amit el lehet képzelni. Nekem semmi kétségem afelől, hogy amíg az Úr Jézus vissza nem jön, lesz neki népe. Ezen a világon, Magyarországon, Tolna megyében. Kérdés az lesz, hogy Tolna megyében hol igen, és hol nem. Hogy Dunaszentgyörgyön mások is fel fognak figyelnie arra, hogy Isten mit tesz, hogy mások is fogják megtapasztalni, hogy az igazi élet az, amelyet Isten elélünk,
az attól függ, hogy mi vállaljuk-e az Isten nevét, az Istenhez való tartozásunkat, vagy sem. És ez nagy kérdés. Ez óriási nagy kérdés. Minden nap újra. Mikor a gyerek, vagy az unoka hazajön az iskolából, és elmeséli, hogy mit tanul. És halljuk azt, hogy az Isten azért nem nagyon szerepel a tananyagban. Akkor azt néha-néha szóvá tesszük-e? Vagy amikor lenne lehetőségünk szomszédnak, rokonság előtt világosan elmondani, hogy mi Isten igényére építjük az életünket. Megtesszük-e, vagy nem tesszük meg? Hogy inkább elbújunk? És amikor majd választható lesz, kötelezően választható lesz a hit és erkölcs tan, akkor vajon ki fogunk-e állni mellette? És ha ez túl sok munkát fog jelenteni egy lelkésznek, vagy egy lelkésznek és egy hittanoktatónak, akkor készek lennénk arra, hogy keressük a megoldást? Ami talán azt jelentene, hogy több pénzt kellene adni a gyülekezetnek, hogy még valakit tudjanak munkába állítani. Készek vagyunk erre? Ez itt a nagy kérdés. Isten terve meg fog valósulni, kedves testvéreim. Velünk is, meg nélkülünk is. Az, hogy az Úr Jézus, amikor visszajön, feltámasztja az embereket, és utolsó ítéletet fog mondani, és hogy a hívők vele lesznek, örökön öröké, az nem kérdés. Az nem tőlünk függ. Az, hogy az egész világon minden nép hallani fogja az evangéliumot, az nem kérdés. Az biztos. De nem biztos, hogy a gyülekezetünkön van-e áldás. Az nem automatikus. Az áldás attól függ, hogy tanítványok vagyunk-e, az Úr Jézus szolgái vagyunk-e, hívők vagyunk-e. Mert ugye a hit azt jelenti, hogy hallom az Isten szavát, arra szívből igent mondok, és megteszem azt, amit ő tőlem kér. Ez a hit. És a hívő ember élete áldott. És az áldott ember élete boldog. Már itt a földön is. Tehát ilyen komoly történet az Eszter könyve. Eszter története egy figyelmeztetés a számukra. Ha mi eltitkoljuk az Istent az emberek előtt, akkor a király csak kiveti az adót, írják a történelemkönyveket, de senki nem tudja meg az igazságot. És senki nem talál az Istenhez, hogy az is boldog és áldott legyen. Ezért itt az egyházi szezon elején
talán jó lenne ima órán is, a Biblia órán, a presbiteri órán imádkozni azért, hogy mit tehetünk jobban. Mit tehetünk jobban annak érdekében, hogy Isten megkapja azt a hírnevet, azt a dicsőséget, ami jár nekünk, ami jár neki. Bocsánat, tovább gondoltam. És mi az, amit Isten tőlünk kér, hogy az megvalósuljon? Imádkozzunk azért, testvéreim. Amen.